Idén csak úgy hallottuk ezt a himnuszt közös előadásmódban, hogy a magyar válogatott nem szenvedett vereséget, vagy döntetlenre, vagy egy győztes meccs végén kapta meg ezt a szurkolóktól. És azért megint kellett hozzá az a bizonyos virtus, amit hiányoltatok, vagy amiről beszéltetek, miközben Szoboszlai Dominik mászik ki a szurkolók közé, mert hogy van egy ilyen terv, hogy meghallgathatjuk, hogy a csapatkapitány hogy gondolja az elmúlt időszakot. Láttunk már ilyet, és annak is örömteli pillanatai voltak, akár mondjuk Szolai Ádámnál, de most gyermek kapja a csapatkapitány a mikrofont, és meghallgathatjuk így a gondolatait, amit még most frissen a mérkőzést, illetve a selejtező sorozatot lezárva a szurkolói pólóban. Várj egy kicsit! Elérhet a véget! Kérgózunk, az kettőt viszik! Hány fokos? 45! Elsősorban szeretnék iszonyatosan nagy köszönetet mondani a csapatnak. Azt a munkát, amit beletették. Azzal az alázattal, elánnal és munkával, amit beletettek, úgy gondolom, hogy egy iszonyatosan nagy tapsot megérdemelnek. És nem elfelejtve azt a sort, aki a csapat mögött áll, legyen az csapatmenedzser, fiziós, szertáros és a szövetségi kapitány, ők ugyanolyan... Ugyanolyan munkát beletettek, mint a játékosok egyaránt, úgyhogy még egy hatalmas tapsot nekik. És nem utolsó sorban, most éppen 65 ezer ember, de amúgy az összes magyarnak nagyon szépen köszönjük ezt a szurkolást, amit minden egyes mérkőzésen kapunk. Teljesen mindegy, hogy egy jó mérkőzést játszunk, vagy kevésbé jót, mindig ott álltok mögöttünk, hogy tapsoljátok meg magatokat. És egyet megígérhetek a csapat nevében, hogy ez csak a kezdet, és jövő nyáron csinálunk egy olyat, ami felejthetetlen lesz. És akkor az egész stadion énekeljen egy jó nagyot. Az éjjel soha nem érhet véget! A szerelem szárnyát! Köszönjük szépen a szurkolást, és élvezzük a ma estét!